Emberfiát fényre juttast címmel a Sampó Székesfehérvári Filmbarátok Köre és a Vörös Marti Mihály Könyvtár közös megemlékezés szervezett a Kalevala és a Filmkultúra napja alkalmából. A Hímerházban megtartott ünnepen Prépost Károlyné, az Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ez a finnek számára is, és nekünk is tényleg egy fontos ünnep. Itt kiemelném azt, hogy amikor Elias Lönnrót 1835. február 28-án elkészült az úgynevezett régi Kalevalával, ami 32 rúnaból, azaz 32 versből állt, nagyon hamar világszenzáció lett belőle, tehát az egész világ megismerte. A találkozón Fraller Ildikó, az Egyesület tagja, az Elias Lönnrót által összeállított finn nemzeti eposz, a finn népköltészet elsősorban karjalai eredetű hősi és epikus énekeiből összeállított Kalevala történetét ismertette vetített képes előadásában. Természetesen megidézzük a Kalevalának a történetét, a mesét, a mítoszt, hiszen ez egy nagyon érdekes történet, hogyan keletkezik a finnek szerint a világ, és hogy hogyan születik meg minden idők legnagyobb énekese Väinämöinen, aki tulajdonképpen az elindítója ennek a Kalevalának, Kaleva földjén történt mitikus és valószerű történeteknek. Komoly öreg Väinämöinen, éldegéle ideiglen, Kalevala hegyén, völgyén, nap-nap után énekelvén. Természetesen nem maradhattak el a finn népi énekek sem. A Kodály Zoltán Énekzenei Gimnázium kórusa Feke Marian vezényletével a zeneszerző az eposz különleges világáról szóló dalait szólaltatta meg.